nemzet, amely a Kárpát-medencében él, egyesek szerint több százezer éve, mások szerint csak több tízezer éve, az oktondiak szerint mintegy 1100 éve, a magyar nyelvű népesség, akiknek az átörökítő állománya, fehérjéje, a gének, hordozzák mind azt a tudást, amit tudott tudásnak nevezünk, ami az isteni tudás, ez pedig nem más, mint az Istenhez, a természethez való hűség, és a rámért feladat maradéktalan teljesítése, akkor is, hogyha ez az életébe kerül. Erről szól a magyar történelem, az elfeledett is, az elhomályosított is, meg a látható történelem is. Az első 500 évben, tehát nagyjából Szent Istvántól Mátyás királyig terjedő téridőben a Szent Korona szakrális Magyarországa egy olyan történelmi konstrukció volt, amely képes volt arra, amire egyébként az előző 1000 években minden emberi mű, hogy felismerje önmagát, és képes legyen megfogalmazni és megvédeni a saját létét, stratégiai érdekeit. Az azóta lezajlott 500 év, fél ezer év viszont kisebb-nagyobb megszakításokkal valójában egy folyamatos hanyatlás története. Az aranybulla az ősiségi törvény és más dokumentumok alapján lehet látni, hogy a magyar állam a Szent Koronatan alapján távol tartja a pénzügyi birodalmak hódító agresszióját, amely egyrészt ugye vagyont szeretne, másrészt a szakralitás ellenfele. A magyar állam által a hagyományunk, a Szent Korona és minden ősi és keresztény hagyomány által meghatározott szakralitás ellenfele. Európában először Magyarországon II. András korában szétválasztják az államkincstár a királykincstártól. Tehát a királyt eladósítani nem azt jelenti, hogy az államot is eladósítjuk. Azzal, hogy Károly Róbert megteremtette az arany nemzeti magyar valutát, a magyar állam nem csak katonailag, hanem pénzügyileg is kivédte. Részese volt, alakítója Európa pénzügyi rendszerének, mivel nálunk volt Európa aranyának 80%-a. Ha mi pénzt bocsátottunk ki a vám területünkön kívül, akkor az pénzbőséget okozott, így tudtunk ellenállni, vagy támadni, visszatámadni, vagy ha kivontuk a pénzt, akkor meg pénzszükét. Ez is egy háborús helyzet. Tehát úgy tudtunk Magyarország ellenállni, hogy az arany és a nemzet vagyonnak részeként a Szent Korona tulajdonába vált. Ez a modern rendszerben a 18-19-20. Században úgy merül fel, hogy kell egy magyar nemzeti bank, amely nem magánbank, és független más nemzetközi pénzügyi struktúráktól, de nem független a nemzettől. Tehát ez egy nagyon kardinális kérdés. A nagy változás mégis Mátyás király halála után történik. 1490 után Magyarországra beköltözik az üzleti világ, az üzleti szellem. A Habsburg 5. Károly testvére, Mária királynő, illetve az ő pénzügyminisztere, a Fuggerek által delegált Fortunátus Szerencsés Imre, aki az ibériai Szefárd főrabi család tagja volt, tehát az ő 30 éves pénzügyminisztersége idején a hatalom központjából egy üzleti szellemiség uralt el az országot, amelyben egyrészt két tendenciát látunk, az állam eladósítása, a királyok leszegényesítése, illetve a legnagyobb földbirtokosoknak bevonása az üzleti világba. De milyen hatalomról van szó, a Fuggerek nem csak a Medicieket teszik tönkre, hanem egyesítik Spanyolországot, és elkezdődik a nagy gyarmatosítás. 500 év, 5 birodalom, a török, a Habsburg birodalom, aztán időben és térben is a harmadik, ugye Hitler harmadik birodalma, a szovjet birodalom, és most ez a különös, az eddigiektől eltérő, de nem kevésbé pusztító birodalom, ami talán a globális hatalomgazdaság birodalmának lehet nevezni. A nehéz, kritikus helyzet 1848 után áll be, hogy lehet, ugye végre a magyar államot
és a magyar földet és nemzeti vagyon privatizálni, megszerezni külföldi bankok és magánosok részére. 1848 és 49 is erről szólt. Amint eltörölték az ősiséget, és felmerült a Magyar Nemzeti Bank kérdése, megindult az intervenció. Végül is ugye tudjuk, hogy végződött a szabadságharc, megszüntették 1849-50-ben a magyar államot. A belsőleg és területileg felosztották közigazgatásilag, a területi felosztás szinte kísértetiesen hasonlít a trianoni határrendezéshez. Évszázadok óta, immár több mint másfél évszázada, egy szellemháborút folytattak a magyarság ellen, ebben kiemelkedő szerepük volt a Habsburgoknak, a mai napig kiemelkedő szerepük van a Habsburgoknak. A Habsburg pusztítás módszeres és előre elhatározott volt, Hajnautól kezdve Ferenc Józsefen keresztül a legutóbbi Habsburgig, aki ma Európa parlamenti képviselőségre készül. A magyarság kettős, furcsa léte azt hiszem, hogy ott érhető legjobban tetten, hogy egy fantasztikus magyar főnemesi család, a Széchenyiek, Magyar Tudományos Akadémiát alapítanak, és pár év múltán ezt is a Habsburgok átveszik, és a magyarság ellen fordítják. És ma is a magyarság ellen munkálkodik a Tudományos Akadémia, azon része, amely a történelem és irodalomtudományokkal, művészetekkel foglalkozik. Egy népnek a lelke, az identitása, az önmeghatározása, történelmi hagyományok és történelmi gyökerek, történelmi ismeretek nélkül lehetetlen. Nagyon jól tudták, hogy hol tudják gyengíteni a magyart, hiszen megpróbálták elvenni, átvágni az eredendő gyökereket, az ős történetet elvenni, elvenni az identitástudatot. Az emberi közösségek három létszinten teremtik újra magukat. A legmélyebb és mindent meghatározó létszint a lelki, erkölcsi és szellemi talapzat. Erre épül rá az adott emberi közösség fizikai teste, amit statisztikailag általában a népesedési, illetve az egészség, a fizikai egészség folyamataival szoktunk megragadni. És csak a harmadik, a legfelsőbb szintje és a legjelentéktelenebb szintje az, amit gazdaságnak szoktunk nevezni, ami nem más, mint az anyagi szükségletei, hiszen anyagból is vagyunk, az anyagi szükségleteink kielégítésének a világa. A hagyományos háborúk, mivel alapvetően zsákmányszerző jellegű háborúk voltak, értelemszerűen az anyagi, tehát a legfelsőbb szint, az anyagi javak megszerzésére irányultak, és közben persze pusztították a középső szintet, viszont gyakorlatilag teljesen érintetlenül hagyták a lelki, erkölcsi és szellemi talapzatot. Számomra a haza az egy földrajzi fogalom és egy kulturális fogalom, amelyik tér, amelyben élek. A nemzet azon emberek együttese, akik valahol erős vagy gyenge tudattal, de érzik, hogy összetartoznak, akár a kultúra, akár a földrajz segítségével. És állam pedig az az intézmény, amit neki kellene működtetni, de már régen valakik mások vették a kezébe. A globaló modernitás háborúi hihetetlen gyorsasággal megfordították ezt a logikát, hogy ha először a lelki, erkölcsi és szellemi talapzatot rombolják szét, akkor tulajdonképpen nem is nagyon kell hozzányúlni a fizikai testhez, illetve a anyagi javakhoz, anélkül is zsákmányul lehet a fizikai testet is, és az anyagi javait, a társadalom anyagi javait is zsákmányul lehet megszerezni. Aki Kelet-Európát uralja, uralja a szívtájékot. Aki a szívtájékot uralja, uralja a világszigetet is. Aki uralja a világszigetet, uralja a világot is. És ezért a rendszerváltozásnak nevezett folyamat erre az övezetre koncentrált. 1989-ben, amikor papírforma szerint megtörténik a rendszerváltás,
akkor a magyar állam egy olyan mennyiségű tulajdonnal rendelkezik, amellyel úgy gondolom, hogy a világon még soha sehol egyetlen egy ország, hiszen csak a szocialista rezsim hozhatta létre ezt a vagyonkumulációt, és mivel a többi országban ugye reprivatizáció történt, ezért Magyarország ebből a szempontból egyedülálló volt ebben a tekintetben is. A magyar állam számára egy olyan lehetőség volt, hogyha ezt átgondoltan és tisztességesen folytatja le azt a privatizációt, ami szükségszerű volt a következő években, a 89-et követő években, ha nem történik meg ennek a vagyonnak a szétlopása, mint ahogy megtörtént, akkor ma Magyarország nem Közép-Európa, hanem a világ talán egyik leggazdagabb országa. Persze ennek az is feltétele lett volna, hogy a befolyó ellenértékkel felelősségteljesen kellett volna gazdálkodni a kormányoknak. Nemzeti vagyonon belül különleges szerep hárul a földre, és ezért talán a legerőteljesebb törekvés ennek a megszerzésére irányul, illetve mindazokra a dolgokra, amelyek valamilyen módon a földhöz kapcsolódnak, akár a föld mélyében lévő értékekre, akár a föld felett lévő értékeinkre, akár magára a termőföldre vonatkoznak. A magyar nyelv nagyon szép ebből a szempontból, sokféleképpen fogalmazza meg, mi is a föld. Termőföld, ami produktív és biztosítja az életünket. Anyaföld, szülőföld, a hazánk földje, ez mind-mind olyan fogalom, ami pontosan mutatja, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy egyszer termelő eszközről. Az a tér, amelyben például ez a termelés folyik, amihez a földet felhasználjuk, ez egyben társadalmi és biológiai élettér is, így mondja az ökológia. A természet számára élettér és a közösségeink, az emberi közösségek számára életteret biztosít. Vége annak a közösségnek tehát, amely alól kihúzzák a földjét. Nem a termelő eszközeit veszíti el ezáltal, hanem az életterét veszíti el, a lehetőségeit, a jövő generációk lehetőségeit veszíti el, hogyha elveszíti a földjét. A vagyon, az emberi közösségek vagyona mindig természeténél fogva szakrális, hiszen kapjuk, gondjainkra bízza a teremtés az általa teremtett világot, és megbíz minket azzal, hogy ne csak gondozzuk, hanem a ránk bízott szellemi és erkölcsi erővel újra és újra véghez vigyük a teremtésnek ezt a csodálatos aktusát. A mi történeti alkotmányunk olyan alapokon nyugodott, amely lehetővé tette a nemzet és annak vagyonának teljes védelmét. Amiután a nemzeti vagyon, a Szent Korona tulajdona, ezen belül ugye az arany és a föld vagyon, éppen ezért se az király, se a nemzet, se külön, se együtt nem tehet olyat, amellyel felszámolja saját rendszerét. Nem leheti magántulajdonná a földvagyont. Ez azt jelenti, hogy ha nem magántulajdon, akkor nem lehet fedezete a jelzálognak. A föld forgalomképtelen. Ez nem egy államszocializmus, ahol az állami a föld. Mert hangsúlyozom, ez nem állami tulajdon, hanem a Szent Korona tulajdona. A nemzet szabad, tudatos, önként törvényt követő polgárok egyesült szövetsége. Társaság. Köztársaság. A társaság azt jelenti, hogy minden egyes tagja abban önálló és a saját akaratából létezik abban. A társaság vagyona mindenkié. Mindenkinek megvan benne az arányos része. Ha mindenkié, akkor ennek a vagyonnak a felhasználása vagy megőrzése, a fölötte való rendelkezés, továbbfejlesztése, netán átalakítása, az mindenki döntését igényli. Most úgy is van, hogy a közvagyont valamilyen formában a nemzetnek kellene kezelnie. Elvben, ha az országgyűlés valóban nemzeti képviselet lenne, akkor úgy néz ki, mintha erre alkalmas volna. De nálunk az országgyűlés sajnálatos módon több párti, de párt országgyűlés, noha az alkotmány tiltja, hogy a pártok közhatalmi szerv fölött hatalmat gyakoroljanak. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen párt sem irányíthat semmiféle állami szervet.
a pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében törvény határozza meg azokat a tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párttagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.